Bár a június a szeszélyes időjárás miatt gyengébb vendégforgalmat hozott, a füredi szállodák júliusban már teltházasak voltak, és az előfoglalási adatok szerint az augusztus is maximális kihasználtságot hoz majd. Az előzetes várakozásokat mindenhol felülmúlta a vendégforgalom. Az Anna Grand Hotelben a tavalyi szezon tapasztalatai alapján erős forgalomra számítottak, nem hiába, hétköznapokon is teltházzal működnek. A tavalyi úszóvb-s évnek a vonzataként és annak a tükrében egy nagyon ambiciózus 18-as tervet készítettünk. Úgy gondolom, hogy mindent mérlegelve és optimistánt előre tekintve. Most június 30-al az első fél évet zárva azt tudom mondani, hogy a terveket bár különösebben nem sikerült túl teljesíteni, de a terveket, terveink szerint a forgalmunkat és mellé a fedezett termelést, a költségeknek a tartását, ezt megvalósítottuk. A vendégkörünk az mondhatni, hogy most már évek óta nem változik. Van egy kicsi belföldi túlsúly, megszűnt a külföldi vendégek között a német nemzetiségi túlsúly. Sok országból, köztük örvendetes módon a skandináv országokból jönnek egyre többen, de déli országokból is egy kicsit növekszik a turizmus, és egy viszonylag alacsony szinten, de az orosz vendégek is jelen vannak a szállodában. A Hotel Füred is egész évben nyitva tartó szálloda, évközben átlagosan 60-70%-os kihasználtsággal működik, kedden a forgatás napján azonban ott sem találtunk üres szobát, nyáron ez mindennapos. Jelentő az, hogy a nyár az nagyon szélsőséges, mert a vendég kívánok, hogy novaj minél lesz időjárás, minél jó idő lesz, rossz idő lesz, esik, nem esik, és ennek függvényében foglalnak, de viszont nagyon meg vagyunk elégedve a foglalás mutatókkal. Hát a napok azok rövidebbek a foglalási napok, mint az elmúlt években, tehát egy napokkal általában kevesebbet tartoztunk itt a vendégek a szállodánkban, de pozitív a tendencia a múlt évhez képest. A vendég összetétel elég szélsőséges, sok szlovák vendégünk van szerencsére, azon 15%-ot tesz ki, aztán a külföldiek közül még a németek, osztrákok egy másik 10%-ot, és a több az általában magyar vendég. A Wellness Centerünk az nagyon szép kiépített berendezésekkel van ellátva, tehát értem, hogy hiába nyáron a szaunavilágot ugyanúgy igénybe veszik, mint télen, aztán szép strandunk, maga az ételmi szolgáltást emelném ki, amely nagyon jó, tehát a magyar konyhának az ízeit, ízvilágait biztosítjuk a vendégeinknek. Hát nem beszélve arról, hogy Fürednek van egy nagyon szép vonzása, nem csak a Füred Hotelről beszélünk, hanem maga a városnak a szépsége, a sétány, a különböző programok, amik vannak a parton, ugye esti zenés programok. Tehát úgy összességében szeretik Balatonfüred turisták. A Hotel Annabella és Hotel Marina igazgatója is hasonló tendenciákról számolt be. Ők már a 2019-2020-as nyári szezonra terveznek. A Marina egyébként a második negyedév legjobb hazai hotelje lett. Ott jártunkkor egyetlen szoba volt üres, de a képek elkészülte után oda is megérkezett a vendég. Amiben jelentősen tudtunk előrelépni, az az egyéni keresletnek a kihasználásra. Itt egy jelentős növekedés volt az egyéni keresletek tekintetében. A magyar vendégek aránya azért még nőtt továbbra is. Viszont aminek rendkívül örülök, hogy a külföldi vendégeinket, hogyha nézem a szállodába, akkor olyan 75-80%-ra a németek aránya újra visszanőtt, ami nekünk borzasztóan fontos. Szerintem az összes balatonparti szállásadónak ez nagyon fontos, és mellettük csehek, lengyelek, illetve az osztrákok, akik intenzíven foglalnak a szállodákban, ha még kapnak szabad helyet. Mi most már a jövő évet, 19-et és 20-at tervezzük, tehát nagyon fontos, hogy ugyanúgy a felújításokkal. Marina esetében ez elmondható, és egyértelműen kijelenthető, hogy a minőség emelése igenis az árban érvényesíthető, és igenis meg lehet találni egy magasabb fizetőképes keresettel rendelkező vendégkört. Ez a célunk a jövőben is. Amiket mi is végrehajtottunk, hiszen a tavasz és az ősz már nagyon-nagyon szép minden évben, nem csak a nyár, és nagyon sok az egyéni vendégünk. Azok például a
kültéri és beltéri fitness helyiségeink, illetve engedélyt kaptunk, és el is indul október elején egyből egy nagy élménymedence, ami több korosztályt fog kiszolgálni több csúsztával. Itt a Marina területén, Annabellában minden szobát ugye légkondicionáltunk, és ott is elindulunk a szobaprojekttel, reményeinknek megfelelően. A városban persze nem csak a nagyobb hotelek, de a kisebb panziók, vendégházak forgalma is jó. A hétvégék kifejezetten erősek. Ilyenkor a közlekedés, a parkolás és a vásárlás sem egyszerű. Olyan sokan keresik fel Balatonfüredet. A hotelek a szezon után konferenciáknak adnak otthont, így az ősz is mozgalmasnak ígérkezik.